A 18 és 40 év közötti vidéki gazdálkodókat támogatja új pályázatával a tartományi mezőgazdasági titkárság. Összesen 200 millió dinárt különítettek el erre a célra a költségvetésükből. Azok pályázhatnak, akik 2023. április 1-e után jegyeztették be gazdaságukat. Egy-egy fiatal legfeljebb másfél millió és legalább 500 ezer dinárnyi támogatást igényelhet a még meg nem valósított beruházásra vagy eszközvásárlásra. A mezőgazdasági titkárság az áfa nélküli érték 90%-át téríti meg. Bővebb tájékoztató a titkárság honlapján található. Az újvidéki termintősdén a héten jelentősen nőtt a forgalom, és a legtöbb áru értéke emelkedett. A kukorica kilogrammunkénti ára 16 dinár 80 és 17 dinár 40 para között mozgott, az aflatoxin fertőzöttség mértékétől függően. A 15 százalék nedvesség tartalmúért 16,5 dinárt fizettek, a vevőhöz leszállított áruért pedig 17 dinár 60 parát. Legnagyobb kereslet a tőzsdén a búza iránt volt, és ára 18 dinár 50 parától 19 dinárig terjedt. A 11,5 százalék nyers fehére tartalmúért mindössze 18 dinárt adtak, viszont a 14 százalékosért már 22 22,5 dinárt. A szójából mindössze egy szállítmányt adtak el, méghozzá kilunkinti 52 dinár 20 parás áron. A napraforgó pogácsai iránt nem volt nagy érdeklődés, és kilójáért 27 és fél dinárt fizettek. A műtrágya piacon az oroszországi ánt vásárolták, vevőhöz leszállítva 41 dinár, kettő parát adta kilójáért.